Akkor nekünk most egy hopp hősies küldetésre kell indulnunk. Nem baj. Itt meg megjelent Aladdin egy repülőszőnyegen. Vagy a Prince of Persia. Igen. Nem tudunk oda menni, mert ők most harcolnak. Hát jó, akkor kénytelenek leszünk tovább menni ezen az úton. És ugye itt el is fogytak a mozgáspontjaink, úgyhogy... Ezt miért tudjuk elpusztítani? Ez kérlek szépen egy hídvezérlés. Ezt gyanítom, hogy ezt a hidat tudjuk vele elpusztítani. Igen, de most ezt nem kell szerintem. Nem feltétlen kéne elpusztítani, szerintem menjünk akkor itt tovább. Másik, úgy minden hidat el lehet pusztítani elképesztő módon. Igen, hát ez akkor jó, amikor mint az előbbi esetben, hogyha fel akarjuk tartani, akik betörnek hozzánk, akkor ez hasznos lehet. És akkor itt van egy semleges sereg, akivel most találkoztunk, ők megtámadhatjuk őket, elengedhetjük őket, vagy megkérhetjük őket, hogy álljanak be hozzánk, mert hogy mivel annyira táposak vagyunk, ezért felajánlották, és hát miért is ne akarnánk, hogy csatlakozzanak hozzánk, úgyhogy, na, úgyhogy elfogadjuk őket. Lett egy halálpókunk, egy vampír nagyurunk. És a titkos kikötőbe kéne ugye eljutnunk, ami valahol ott fölfelé van. És akkor elpasszolom a kört. Hoppá! Megjutották. Hogy ők meg is tudják javítani azt a hidat. Aha. Igen. Akkor viszont itt fognak velünk szembe jönni. Jó, akkor ezeket... Akkor nem, akkor hagyjuk a kikötőt szerintem a francba. Induljunk meg arra felé. Úgyis titkos. Megnézem, csak közben van-e valami, nem fontos nekünk most semmi. Jó, hogy elfogytak a mozgáspontjaink, ezt a semleges sereget még majd felszedjük azért út közben. És akkor a Zeldával, vagy nem tudom, hogy Anasztáziával meg elindulunk itt fölfelé. A varázs céhet meglátogatjuk. Passzoljuk a kört. És akkor megtámadtak minket másodjára is. Ezek ugyanazok? Ez egy másik sereg, egy másik hasonlóan gyenge helyőrséget támadott jaj, meg. Ne. Hát és már látom már, hogy most, hogy kikapunk el, ott van ilyen gólem. Szerencsére nem feltétlen kell minden csatát végigpörgetni, mondhatjuk nekik, hogy automatikus legyen a harc, és akkor elvileg automatikusan leharcolják. Nem mondjuk. Reméltem, hogy gyorsabban is. De nem baj, nem baj, nem baj. Nézzük meg, hogy az AI meg tudja menteni a meccseket. Egyébként, amikor elindult a harc, akkor már nem feltétlen tudjuk teljesen automatikussá tenni, de még mielőtt mondjuk elkezdünk harcolni valakivel, akkor még mielőtt bejön ez a képernyő, akkor dönthetünk úgy, hogy azt szeretnénk, hogy automatikusan játsszák le, és akkor 2 másodperc múlva kiírja, hogy ez lett az eredmény. Ennek nyilván akkor van mondjuk értelme, ha már hatalmas sereged van, és ilyen kisebbekkel találkozol, akik nem feltétlenül persze akarnak hozzád beállni. Persze. Olyankor tényleg autorizolvolsz és megoldja. Persze nem feltétlen jó ez sem, mert lehet, hogy te... Fú, de jó szájon vágta azt a kis... Na most egy kérdés, ott van az a pilon vagy mi, ami úgy néz ki kb. Mint a LOL-ba, amiket le kell dönteni. Azt ők hozták magukkal? Igen, az nekik ja, kvázi a katapultjuk. Ja, értem. Viszont az a titán, az úgy agyon taposta a 35 pókunkat. Igen. egyetlen mozdulattal. Szóval olyankor kiírja azonnal, de nekem volt már olyan, hogy tényleg meg lehetett nyerni veszteség nélkül a harcot, és az elit egységemből 10-et elbukott a gép, mert úgy jött ki a lépés. Na, és akkor most egy dobott 4-et a kockával. Na, első gyilkosságunk, úgyhogy azt sem csináltuk. ennyi örömünk legyen ebben a játékban. Tartok tőle, hogy ezt a helyőrséget ezt nem fogjuk tudni így megmenteni. Egyébként ezek a menőképek szerintem sokszor jól néznek ki. Igen, ez nincs baj. Picit belóg a kamera, azt beszéltük, de egyébként... Előfordul. De... Na, nézd meg mögé teleportált és hátba támaszt, meg rálépett. Hát, ismét halál közeli élmény van a részünk, és átlőtt fölötte. Igen, de meg volt csinálni, hogy átment fel, hogy fölötte ment át, tehát nem ment át rajta. De viszonylag szűk az animációs körömből dolgoznak az egyes karakterek. Leginkább egy vagy nagyon max 2, ami különböző animációjuk van az egyes támadásokhoz.
Úgyhogy így ez az action cam ez azért feldobja a dolgot, de hosszú távon azért nem lesz annyira változatos, mint mondjuk a Middle Earth Shadow of Mordorban, ahol még 20 óra után is mindig kiabálva vágtam le az orkok fejét, mert annyira jól ki volt dolgozva a rendszer. Itt volt egy olyan, az előbb valamelyik ellenség csinált, hogy megalkuvás, én azt gondolom megint, én azt gondolom, hogy ez valószínűleg az lehet, amikor a passzol, nem? Csak ez is egy olyan fordítás, ami itt valószínűleg nem... Igen, vannak érdekes dolgok. Rengeteg különböző ilyen buff van, meg ilyesmi, amiket fel tudnak pakolni a hősök. Ugye nekünk most nincsen hősünk, mert hogy magukba harcolnak a lényeink. Jöjjünk ide-vissza, nézd, itt, pont itt mögöttünk törtek be. Na, akkor menjünk oda. Van annyi pontunk, hogy sétáljunk a hőssel? Van, és itt meg itt van a másik, ez a másik fenyegetés, ő meg erre jön, de ő nem nagyon tud itt mit csinálni majd, úgyhogy akkor ezt most itt rögtön visszamegyünk, és jó. Elkenjük a száját. Most már egy győztes csata jó lenne. Na, és akkor itt kiválaszthatnánk, hogy... Ja, amit mondtál, igen, hogy teljesen gyors. Igen, hogy teljesen gyors csatában. De most ne. De nem feltétlen akarunk. Itt most arra vagyok kíváncsi, hogy... Na jobban nézünk. Már egy elég combos seregnek tűnik. Hagyjuk is így. Remélem, hogy nem csak a... De... Ezek nem ugyanazok. Gyorsan megverjük. Ugye, most ők... Elfoglalták ezt a helyőrséget, de a túloldalán maradtak, viszont a várban meg ott hagytak mindenből egyet. Úgyhogy most először a helyőrséget kell levernünk, és majd utána harcolhatunk velük. Ugye a hősünk is tud harcolni most már, hogy itt van ő is a csatában. A játék szól is egyébként, ugye minden körben egyszer tud támadni a hősünk, hogyha esetleg kihagynánk vele a támadást, akkor az utolsó egységnél, ugye a hős bármikor beleszólhat, az utolsó egységünknél szól a játék, hogy most támadhatsz utoljára a hőssel, ami szerintem nagyon jó. Ugye elég sok mindenféle varázslatunk van, harciak, sebzők, itt, akármi. Itt volt az állást tarts, ami gyakorlatilag minden felnőtt embernek a mindennapi képessége, ezt próbálja végezni. És ugye most a bal oldalon vagyunk, ugye ez fontos, mármint, hogy akinek nem elértem, hogy bocsánat, hogyha valaki úgy érzi, hogy hülyének néztem, nem erről van szó, csak eddig mindig a jobb oldalon voltunk. Na, én azt mondom, hogy csapjunk is bele egy villámmal. És akkor itt ki is végeztük. Így is van. És akkor most már mutassuk meg, hogy mi is meg tudunk nyerni egy harcon. Baktassunk így előre. Mindenféle félelem érzet nélkül. Na, hagyj menjek már oda. Egyébként a csatában is tudjuk. Na, ugyanezt akartam, igen. Gondoltam. A csatában is tudjuk forgatni a kamerát, ez sokszor jól jön, amikor be akarunk pozícionálni valaki. Igen, magé. Igen. Itt jobb, mert itt nem tévedsz el, viszont jobban látod. Jó, ez jó. Úgyhogy ezzel tudunk játszani, illetve rá is tudunk egészen közelíteni a lényekre. És innen is meg tudjuk nézni a dolgokat. Igen, ő le tudja lőni őt. Jó, és akkor... Szegény. Az a pók... Majdnem a második pók se jutottunk. Igen. Ő ott belőtte, azzal beteleportálunk mögé, és hátba szúrjuk a vámpírral. 5000-et sebzett, szerintem annak olyan 70 élete volt összesen. Szerencsétlennek. Akkor egy pár életre előre meghalt. És akkor most ugye nem is vesztettünk senkit. Ha esetleg nem éreznénk olyannak a csatát, akár megnyerjük, akár elveszítjük, de mondjuk többet is ki lehetett volna hozni, akkor itt automatikusan újrázni is lehet, és akkor... Az, hogy a hős rögtön max szinten van, ez miért van? Mert ez ugye úgy szokott lenni, hogy... Hát ugye ez kampánya válogatja, az első kampányban például ott egyes szintről kezdesz, és az ötös az, amit el tudsz érni. Itt most az Undead kampányban rögtön egy maxos szintű... hősről jó. Van szó. Jó. Maradtak lények a várban, maradjanak.
most már elvileg a miénk az átjáró, és akkor itt tovább is tudunk menni, és most akkor a... Most lesz a góleves csata, ugye? Ahol igen. Előtt, na, most az, azt a gólát nagyon kinéztem magamnak, mert annyira idegestő volt, hogy így lépett egyet, és... Itt látszik, hogy itt van egy ilyen kőszikla a pálya közepén. Igen. Ez ilyen fedezéket is jelent, el lehet mögé bújni. És ha mondjuk beállsz háttal a sziklának, akkor nem tudnak mögéd menni, vagy ha egy olyan lény van a... mondjuk ő tudna lőni, és ideállítanánk egy egységet, akkor ott útba lenne neki a szikla, és akkor vagy nem tudná lelőni, vagy kevesebbet sebezne, vagy ilyesmi. Na, mint az azt terüld az X-Wing mintázos játékból. Úgyhogy én azt mondom, hogy őket küldjük is előre. Ugye így, hogy most már nagyobb lehetnek ilyen négy négyzetes egységek, így ezek is megnehezítik a dolgunkat, mert ha vele egyel beljebb jöttem volna, akkor az a pók már itt nem, nem tudna... Világos, hogy elálltad az utat, igen, igen. Úgyhogy... most én azt mondom, hogy nincs kegyelem, egy ilyen közepes távolságra előre jövünk, hogyha ők is belépnek. És akkor itt írja, amit mondtál, az utolsó esélye. Igen. Ugye most már... most a mi lényeink léptek, ez az utolsó lényünk, aki léphet, és utána már csak az övéik következnek. Úgyhogy most a hősünkkel tudunk mindenféle varázslatokat el tudunk sütni, csökkenthetjük a morájukat, létrehozhatunk egy ilyen illúziót, elvehetünk tőlük ilyen különböző buffokat, bármi, megnövelhetjük a pajzsát a lényeinknek, lelassíthatjuk a kört, kimaradhat egy ember, ilyesmi. Tehát vannak ilyen elképesztően brutálisak, majd azt a duellezésnél megmutatom, amikor tényleg az egész pályán kiosztunk több ezer sebzést, és akkor mondjuk ezt süssük el rá. Jó. És akkor... jó ezres. Rögtön rá is sebeztünk, illetve ez a két lény, ez be is fordult felé. Látjuk az életerejét? Ez hol mutatja? Itt ja, mutatja, itt. Hogy mekkora az életereje, mekkora a védelmi mértéke. Az mi az a 420? Az a 196? Az úgy van, hogy az a... az a maxa. És akkor most abból már levertünk, és akkor... De ha ezre sebeztünk, hogy ilyen még a 420 volt? Mert ez 11 lény. Ja, persze. És akkor most megint látod, most sebeztünk 460-at, és akkor egy meghalt. Igen, ez volt a kis halálfej mellett, igen. És akkor pont annyi ment le. Aha. Igen, ez fontos dolog. Ez aktuális lénynek a... az aktuális lénynek az élete. Na, ő pont szerencséset dobott, úgyhogy most elvileg kétszer támadhat. De a halál kaszájával visszasebzett egy 1600-at, és neki így annyi is lett. Hát igen, aki a halál kaszájával, mert... elég jó, négyszeres sebzést osztunk neki oldalról. Úgyhogy ezt mindenképpen ráteleportálunk a vámpírra. Na, hát ez egy... szia, dobozos. Gondolom, hogy hasonlóan kiegyenlítetlen küzdelem, mint amiket eddig láttunk. De nem, most a mi oldalunkról. Csak most a mi oldalunkról, igen. Nézd meg, rámutat és így... hát, az nem halt meg. Vissza is vágott egy elég nagyon. Igen, azért de... ő egy erős, de azért a következő körül meghal. Sőt, hát még ebben... de azért van. Most már igen, még azért van néhány támadásunk. Pók se tudta megölni. Hát most már nem lehet, hogy még kettő van, igen. De most varázsoljunk rá valami sebzőt. Illetve hát nem csak varázsolni tudunk, hanem van ilyen sima támadásunk is, és akkor csak így... igen. Valamivel úgy adott neki. A fotelből. Igen. Illetve a sebzéseknek is van különböző válfajai. Például ő sötét sebzést okoz, de van ugyanúgy, a tűz alapú lények nyilván tűzsebzést okoznak, meg ilyesmi, és nyilván bizonyos lényeknek meg van bizonyos ellenállása. Na, és akkor most, mivel milyen élő halottak vagyunk, és tudunk reanimálni, ezért néhány lényt a halottak közül feltámasztottunk, és ők beállnak hozzánk, hogyha szeretnénk. Nem akarom őket magukra hagyni, így behúzzuk őket, és akkor öttel több lényünk van, és akkor erről az oldalról megvédtük ezt a dolgot. Itt van ez a helyőrség, itt látszik, hogy
nem nagyon van itt városőrség. Igen. De ha akarnánk, akkor tudnánk ide bepakolni. Illetve napi szinten ez a helyi őrség ez termel is ki ilyen lényeket, szóval mondjuk egy csontváz hoplitát. Napi egy csontváz hoplitát term, úgyhogy ha 60 napra itt hagynánk ezt a helyőrséget, akkor lenne itt 60 csontváz hoplita. Én nem nagyon akarom ezt a hatalmas sereget megtörni. Úgy gondolom, hogy ugyanígy alázzuk meg a másik oldalt is. Közben a másik karakterünkkel eljöttünk, és megtanultunk egy csomó varázslatot, uh-huh. amiket majd tudunk használni. A képzettségeinket egyébként itt tudjuk elosztani. Itt 9 különböző... 9? Jól mondtam? 3, 6, 9, ugye? Igen. Vagy 9, vagy 10. 10. 10 különböző ág befelé tudunk elmenni, és fel tudunk oldani különböző szinteket, egészen a kezdőtől a mesterig, és aztán pedig itt a végén le tudunk osztani ilyen ultimate képességeket kvázi. Például az örök szolgaság, ez ugye az, amit az előbb is már pont láttunk, hogy feltámasztja a meghalt csontváz hoplitákat. Ez nyilván nagyon jó, de teljesen mi döntjük el, hogy milyen irányba akarjuk elvinni a karaktert. Rámehetünk a diplomáciai, gazdasági vonalra is, rámehetünk a mágikus vonalra, de rámehetünk a hadviselésre, kis mágiával megbolondítva is. Ez már nyilván tőlünk függ. A kampányban valamilyen szinten be vagyunk határolva, a skirmishek során pedig ránk van bízva a dolog. Azt mondd meg nekem, hogy a csontváz hoplita az angolul mi volt? Skeleton hoplit. Valami, nem emlékszem. Na pontosan, mindegy, nem olyan fontos. De sekkor. Lehet, hogy nem feltétlen hoplita. Biztos, hogy skeleton, de hogy nem hát én is így gondolom, igen. Na mindegy, bocsánat. Nem feltétlen volt hoplita. Na még esetleg, még átérnénk a duelzésre, ugye? Még maradt egy kis időnk, szerintem még valamit próbáljunk meg haladni a sztoriban, nem tudom, hogy van-e időnk még esetleg akár titkos kikötőbe elérni, vagy valami hát, más. Nézzük meg, hogy tudunk-e, bár erre például van-e valami. Azt gondolod, hogy hát honnan kell oda kerülni? Hát, ki tudja, mert itt visszafelé nem tudunk menni. Ó, itt van egy... Ja, azt látom, igen, hogy ott esetleg az út, igen, jobbra. Hát figyelj, megnézhetjük, hogy erre tudunk-e fölfelé menni. Valamit ugye fejleszteni nem nagyon tudunk. Elpasszoljuk a kört. Félek tőle, hogy ott víz lesz, és nem. Víz van, de van itt egy hajó. Hoppá! Ő viszont egy halálos fenyegetést jelent ránk. Egy csatomány. Hát ő elég brutálisnak tűnik. Nem tudjuk elcsórni a hajóját. Úgyhogy... Akkor a csajjal nem próbálunk meg, vagy az... az... A csaj az csak 15-ös szintű. Ja, értem. Úgyhogy... Hát neki is van néhány egysége, de vele meg nem tudunk visszamenni, úgyhogy ha elmegyünk a várba, akkor itt hetente termelődik viszonylag kevés egység, sajnos. Ez nem, mégsem egy annyira erős vár. Gondolok hete, na. Az ő ideig is eljött. Ez már a régi hírozokban is így volt, hogy minden héten van valami túl tip, ami vagy befolyásolja a játékot, vagy egyszerűen annyi, hogy ezen a héten esni fog az eső, és akkor semmit nem jelent az ég egyött a világon. Úgyhogy ez ilyen változó, vannak benne viccesebb dolgok, vannak benne kevésbé szórakoztatóak. Ez egy jelentéktelen sereg. Semmit nem csinálunk, hogy ezt gyors csatával meg is oldjuk. És akkor látod, hogy még kapja a tapasztalati pontokat. Vesztettünk két csontváz hoplitát, meg egy őslicset, úgyhogy megelégszem ezzel az eredménnyel. Jó. És akkor bezárom. És akkor őket meg ugye feltámasztottuk, őket behúzzuk. És akkor itt mehetünk is tovább ezen a... Na, ezen oda fogunk érni, oda fogunk érni. Még a végén. Ez is egy alacsony, úgyhogy ez is igen. Egy... Hoppá. Aj. Most megtámadtam, minden oldalon van egy helyőrségünk, aminek esélye nincs, hogy megvédjen bármit.
Igen. De minden oldalon van. Azt néztem, hogy nem tudunk esetleg... ezen gyorsítani, de úgy látszik, hogy ezeket a harcokat ugye így, hogy elkezdődtek. Az egy... Uda fura. 13.000 sebzést osztott ki. Lehet, hogy vele nem feltétlenül jó patkozás. Látod, neki már két ilyen pylonja van. Igen, egyik nagyobb, mint a másik. Igen. Elég érdekes lényei vannak. De van ez ilyen... nem fogom felagyulak, hogy ez mi? Ez olyan, mint egy ilyen kék főnix madár-szerű, szerintem. De mind energiák járják át. Igen. Ő meg egy ilyen... valami. Hoppá, beváltott az akciókamera, amikor be voltunk zoomolva. Na, hát ez viszonylag gyorsan végetett ez a harc, legalább. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen. Igen, ez az, akit előbb néztünk, ez a Johari. Igen. Natalu. Na, ő... bár csak hármas szintű, a serege nagyobb annál, mint hogy gyors csatával le tudnánk őt győzni, de nem tudjuk megkerülni, úgyhogy mindenképpen vele harcolnunk kell. Na, nem baj. Annyi baj legyen. Jó. Ó, sörény a lónak milyen szépen be van fonva. És akkor ott is ott van a... Prince of Persia, meg a mindenek. Szívnak is. Elég keményen tolják. Van egy ilyen köpködő valakink, aki tud lőni. Itt a veszedelem. Kaptunk egy sötét érintést, és akkor itt meg is tudjuk nézni, hogy minden sebzés alkalmával további 214% darkikon sötét sebzést osztunk. Ez nem egy bug. Ott valószínűleg egy... Igen, hiányzik a... Ott a dark ikonnak kellett volna lennie. Igen, hiányzik a... Na jól van, hát ő... Igen. De hát annyi baj legyen. Keressünk valami... Lehet, hogy jobb is, ha nem látjuk, félelmetesnek hangzik. A télköre. Hát úgyis karácsonyi van, nézzük. Ez ugye egy ilyen 3x3-as területre tudjuk kiosztani. Igen. Úgyhogy ha ide tesszük télkörét... Jaj, akkor megfáznak. Hoppa, hát valaki le is elfekült aludni. Igen, fel is adta a harcot. Úgyhogy ez egész jó lett ez a kör. Ezt a kis Charmeleont szerintem lőjük le egy dark iconnal. Szegény. Meg is fájdult a feje rögtön. És az is számít nagyon sokszor, hogy milyen távolságra lövünk. Van, aki közelre szeret lőni, van, aki meg távolabbra szeret lőni. Szóval neki például ide csak feles a sebzése, neki ide meg 1,35-ös, úgyhogy vele célszerűbb így átlőni a pálya túl végére, mert úgy több sebzést tud kiosztani. Világos. És akkor ő most kapott egy ködlepel varázslatot. Vannak egyébként nagyon-nagyon erős varázslatok, talán pont a ködlepel az, én angolul játszottam a teszt során, amikor így rárakod, és három körig a távolsági karakter az nem tud lőni. És akkor tényleg ott állt 8000 ijász a sarokba, de így három körönként ráraktam, és ők csak így álltak, nézelődtek. Úgyhogy vannak ilyenek. Na, menjünk ide mögé, azt a gólemet azt néha gyorsabban csapjuk le. Talán menni fog. Nagyon jó. Jaj, igen. Ez lő magától. Ja, nem, egyet lő, egyet varázsol. Jó, lecsapkodjuk. Na, és már csak ők vannak. Elementál, idézzünk egy elementált. Nem biztos, hogy jó, hogy ebben a harcban az összes manánkat eltoljuk, de... Nem baj, én már csak a titkos kikötőbe akarok eljutni. Baj legyen. Ott mindent hajnal vagyok ennek a célnak az érdekében. Elpasszolom ezt a kört. Na, az elementál támad is. Hát. Jó, fejbe vert a szerencsétlen. Igen. Na, és akkor te meg lőd le. És akkor meg is vagyunk.
csak hogy a harc végén megörülnek. Csak egy igazi ős leech tud így örülni, hogy ő tette. Na és akkor rohanunk is tovább, rohannánk. Vele tudunk beszélgetni. Tudnánk, ha nem fogyott volna el a körünk. Én vele nagyon szeretnék harcolni, úgyhogy... Igen, menjünk onnan. Átjövök ide. És elpusztítom azt a hidat. És aztán átjövök ide. Nem tudok átmenni, de majdnem. De... Már fönt is vannak itt a várunknál, ez feljött a várunkig. A francba. Elpusztítom ezt a hidat is. Visszamegyünk a májkos kapun. Jó. Na. Na, nem ez a... Ja, nem. Hova kell menni? Oda. Oda. Na, hát akkor... Van az alvilág kapuja. De mi? Hát ez nem a titkos kikötő? Elmentünk itt mellette. Ja, ő szövetséges. Akkor beszéljünk vele. Na. Ja, hogy... De melyik az titkos kikötő? Namtaru anyára. A kutya úristen itt. Jó, siessünk, az utolsó hajók már indulnak. Jó, Regadar Malik. Mindig jó beszél. Na és akkor be is lovagolunk itt a halál kapujába. És akkor ott lesz a titkos kikötő. Ó. Úgyhogy... De az még messzebb van. Az még odébb van, igen.